Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jó embert és jelenlévőket. Brindz András vagyok, a harmadik utas nemzeti civilektől. Mert mi ezt a küzdelmet már 1997-ben elkezdtük, és azóta megalkottunk egy nagyon-nagyon komoly társadalmi, gazdasági, pénzügyi programot. Ez gyakorlatilag egy 21 könyvből és füzetből áll, és több tízezer odairodalomból kapcsolódik hozzá. Ennek az egyik könyve például a 2003-ban megjelenő Létbiztonság és Harmónia című könyv. Siklak is nem volt a főszerzője, de sokan dolgoztunk rajta. Ebben benne van a anyagainkban a magyarság és az emberiség legkiválóbb koponyának, a többségének a szellemisége. A jelenlegi szociális, társadalmi, környezeti, természeti, politikai, pénzügyi és gazdasági válság felé menetelő emberiség és a magyar nép csak akkor tudja megváltoztatni a rossz igazságtalan, hazugságokra épülő neoliberális rendszert, ha jelentős mértékben megnöveljük azoknak az embernek a társadalom túlnyomó többségének a tudati szintjét, akik valójában nem tudják, hogy az általuk választott, a nemzetközi háttérhatalom kiszolgálói, idézőjelbe a bal és jobboldali böllérek idézőjelbe zárva, vagyis a pénzalmi globalistások mit tettek és tesznek velük. 2002-ben a Röplep egyben a következőket írtuk Siklakival. A magyar társadalom békjobban vergődik, nincs választási lehetősége. Az elmúlt 12, már 28 év politikai fejleményei azt eredményezték, hogy a hatalomban lévő politikusok még látszatra torzsalkodnak, együtt árusítják ki az országot, teszik pénzgyarmattá. A gyárak, a kereskedelem, a bankok, a közművek után most már a fölvagyont, a kórházakat, az energiaszektort, az ingatlanok megmaradt részét is át akarják játszani idegen érdekeknek. Ez egyébként folyik elég erőteljes mértékben, nagyon sokan nem tudnak. Ugye a lisszaboni szerződésre ugye több mint 500 milliós európai állampolgár kaptak lehetőséget a magyar föld megvásárlására. Ezt alapvetően azt teszi lehetővé, hogy jelenleg a képviselőket a választók nem ellenőrizhetik, nem kérhetik számon ígéreteket és nem hívhatják őket vissza. Kossuth mondta, ahol a választók a képviselőket nem hívhatják vissza, ott nem demokrácia, hanem uralom van. A média segítségével 4 éven át az csinálhatnak, amit csak akarnak. A körbe zárult. Ezt írtuk 2002-ben. Tehát a politikai maffia össze van fonódva a média maffiával. És addig, amíg ezt minket kirekesztenek, a hiteles, lényeges dolgokról beszélő magyar embereket kirekesztik a főáramú médiából, addig semmi esély nincs arra, hogy ezt a diktatórikus rendszert meg tudjuk változtatni. A felülről szervezett, megosztó, kommunista, majd pénzami globalistás, válságokozó, ön- és közveszélyes, szélsőséges pártok sok esetben a nemzetközi pénz, média, politikai, gazdasági és katonai háttérhatalmi és saját érdekeket szolgáló MSZNP, MSZP, MDF, SZDSZ, Fidesz, KDNP és utódaik. Gyakorlatilag 1989-1990-ben szabadságot, demokráciát, függetlenséget és alkotmányos jogállamiságot, sajtószabadságot, szociális piacgazdaságot és jólétet ígértek. Ezek közül lényegében semmi nem valósult meg. A pirosból sárga csillag lett. A diktatúra meg valójában megmaradt. Megvalósult viszont Magyarország kiárusítása, kifosztása, gyarmatosítása és az öntilalom fenntartása. A módszerváltók a régi állammonopól és a diktatúra helyett nem demokráciát és jólétet teremtettek, hanem létrehoztak egy magánpénzrendszerre, kamatra kizsákmányolása, média és pártlomra épülő neoliberális demokráciának hazudt magánmonopolos diktatúrát. A szovjet csapatok 1991 évi kivonulás után lehetőség nyílt az alkotmányosság helyreállítására, ezt azonban a hatalmát megőrző, továbbra is önző, sokszor idegen érdeket szolgáló politikai elit idézőjelbe mindez ideig nem teljesítette. Tehát a harmadik utas nemzeti civilek érvénytelenek tekintik a 49-es, 89-es alkotmányt is. Kb. Egy március 28-án írtam egy nyílt levelet,
a manipuláció főfelelősének, Orbán Viktornak, Németh Zsoltnak és Vasszilij Miklósnak és a szerkesztőknek. Ők a MTV-nek, a MTVA-nak a vezérigazgatója és a Németh Zsolt pedig a hírigazgatója. Ebből idéznék most néhány gondolatot. Mi magyar emberek, az M1 és a Ferrum TV felháborodott nézői tiszta vagyunk azzal, hogy önök, és itt zárójelben az Orbán kormány súlyos felelősség terheli a diktatórikus viszonyokért, de nem csak az Orbán kormány, mindegyik, aki eddig uralmon lévő összes kormány nagyon súlyos felelősség terheli. Régóta cenzúrát gyakorolva megszegve az önökre vonatkozó jogszabályokat, ne akadályozzák azt, hogy a magyar közvélemény valós és teljes körű információkhoz jusson a világ és Magyarország helyzetéről, a nemzetközi és az ország közéleti ügyeiről, valamint azokról a szervezetekről és kezdeményezésekről, amelyek a jelenlegi primitív ember és életellenes társadalmi gazdasági berendezkedés fenntartása helyett egy minden ember számára kimagasló jólétet és biztonságot nyújtó, a bolygó ökoszisztémáját, természetét, környezetét is tiszteletben tartó, a jövő értelmes, igazságos, boldog és fenntartható emberi civilizációnak a felépítését szolgálják. A magyar társadalom kb. 98% nem tagja az országgyűlésben lévő felülről szervezett, megosztó, pénzről, ami globalistás válságozó, lényegében egypárti több pártnak. A több mint 80 milliárd forint közpénzből működő M1-ben minden nap megsértik a többoldalú, tisztességes, igazságra épülő, demokratikus, hiteles tájékoztatás követelményeit. Ez a főáramú bűnös médiától agyonhallgatott harmadik utas nemzeti, a valódi civilek, a magyar forradalmi szabadságot harcoló szellemi és lelki örökései számára elfogadhatatlan. Valótlan, komolytalan és nevetséges a miniszterelnök azon kijelentései, hogy kormánya és a Fidesz-KDNP lenne az a nemzeti kormány is. Tehát ez egy nevetséges kijelentés. Jó példa rá, hogy az egyik kisebbség 19 milliárd forint közpénzt kapott az elmúlt években, míg a világ 56 országában szervezetten rendelkező Magyarok Világszövetsége, az elődjét még Kossuth Lajosik alapították, 2000 óta nem kapott állami támogatást és műsorít az M4-en. Értik ezt, emberek? Tehát 19 milliárd forintot kaptak, plusz még 10 milliárdot felújításokra, ugyanakkor a Magyarok Világszövetsége egy forintot nem kapott 2000 óta. És ezt kapták az elmúlt 8 évben, egy kisebbség. Tehát így működik ez a kormány. Ez nem magyar kormány. Ez abszolút nem magyar kormány. A cselekedet többségében nem magyar. A normálisan működő, de amit meg a jó lépésre nagy többségében meg tőlünk vették át. Lopták el magyarul. Tehát ezt már évek óta csinálják. Tehát miközben minket nagyon hallgatnak a médiában. Közben azokat veszik át, hogy mi már rég leírtuk. Vagy valamikor egy hét múlva átveszik. Tehát valamikor csak 5 év múlva. De persze a legfontosabbat nem veszik át. Tehát ami a rendszerváltó lépésben nem veszik át. Normálisan működő demokráciában olyan hiteles, szakavatott emberek kezelik a portmétereket, akik mindig lehetőséget biztosítanak arra, hogy a pozitív értékrendet képviselők, emberek üzenete is eljusson a társadalomhoz. A média kétségtelenül szellemi hatalom, ezzel lehet élni és visszaélni. Magyarországon az eddig uralmon lévő bűnös pártok és a velük összefonódott média maffia folyamatosan visszaéltek ezzel, tisztelt a kivételnek. A válságokozó és utódaitól független civil széma számára, például az összefogás a fennmaradási mozgalom számára, és a független boldog Magyarország számára egyértelmű, hogy ezek nagyon-nagyon történelmi bűnöket követnek el a magyarság számára. A Fidesz-KDNP naponta sok idővel van benne a köztévében, a többi országos listát állító pártnak csak 5 percet adtak ugye. Ez elképesztő. Tehát itt van például a mi ép esete, hogy az elmúlt 6 évben 5 percet kapott a köztévében a mi ép. Miközben 8-as listát tudott állítani, az már más kérdés, hogy az elnök nem volt olyan jó az 5 percben sem. Ezek közül egyedül a országos listán állító közül pártok közül egyedül a mi ép tekinthető többé-kevésbé nemzetinek. A kiemelkedően legjobb cselekvési tervvel, programmal ugye rendelkező harmadik utas nemzeti civilek, ugye mi soha nem használtunk közé soros pénzeket, meg teljesen kizárják a propaganda eszközével és irányított köztévéből, miközben a,
hogy az Orbánék tőlünk teszik át a lépéseket. Ez lényegében azt jelenti, hogy a pénzügyi globalistás válságokhoz a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő pártok kiválasztott romlott politikusai, a hozzájuk kötődő szakértők és kamu civiliek láthatók csak kb. 99,8%-ban a nagy tévékben. M1, ATV, RTL, TV2, Echo TV, Hír TV, Duna TV. Noam Chomsky mondta, hogy a népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ellenkezőt próbálják elérni. Csak egy példát mondok, hogy próbáltam betelefonálni, vannak ilyen betelefonás műsorok, hogy Echo TV-ben volt régebben, lehet, hogy most is van a Hír TV-ben, a Tantusz Csintalan Sándorral, van a ATV-ben a Fórum. Kétszer sikerült, és utána soha többet nem engedték be, hogy betelefonálják az elmúlt hónapokban. Ugyanis fekete listát tették a nevemet, ugye, vagy a telefonszámomat. Most például tegnap előtt beszéltem a szerkesztővel, és mondta, hogy bekapcsolnak. Tegnap bekapcsolnak, és gondolom Csintalan Sándor mondta a szerkesztőnek, hogy nem lehet bekapcsolni engemet, és nem engedték be, nem tudtam beszélni erről a tüntetésről. Ugye az ártéből annyit tudtam, hogy a SMS-be tudtam nyomni, és azt mondjuk, hogy beadták be, de az esetbe kerül. Tehát gyakorlatilag itt ami nagyon fontos, hogy ezt a programot, amit megalkottunk, hosszú évek munkája során, ugye ennek a tömör változata az 17 pontból áll, és ezt a Facebookos lapon, tehát Brindz András Facebook, vagy pedig a marevosuv.hu-n lehet elolvasni. Ez egy sorsfordító, rendszerváltó program. A nemzeti zöldek vállalták fel, és a miép is talán fölvállalja, a többi az gyakorlatilag egyik sem vállalja fel, mert mind felülről van szervezve az országgyűlésben látható, vagy bent lévő pártok, és ugye jó néhány utódja. Tehát tőlünk nem várhatunk rendszerváltó. Nincs is neki rendszerváltó programjuk egyébként, egyik pártnak sincsen. Úgyhogy ennyit szerettem, köszönöm, hogy meghallgattak. Jó. Mennyi köze van a ti programotoknak a halászféle verzió? Az ugyanaz, vagy egész más? Mind a kettő rendszerváltó program. Te is ugyanébb blokkod? Külön van. Azt hittem, hogy van köze a kettő.